Szeretettel köszöntöm Pető Anitát a Ajkai Szó videóműhelyének stúdiójában. Viszonylag könnyen ráállt a beszélgetés, ami azt jelenti, hogy kommunikatív személyiség állunk szemben, de hát a szakmájából kifolyólag ugye muszáj is néha megszólalnia, most egy kicsit dolgoztam. Egy rövid bemutatkozást kérnék, illetve hát annyit tudok önről, hogy Budapesten született, és első munkahelye, ha jól tudom, Ajkához köti. Német... Városlőthöz. Ja, Városlőthöz, bocsánat, akkor rosszul emlékeztem, de óvodapedagógusként kezdte a pályát, és most is az, és különböző skilleket, szakképesítéseket szerzett közben. Hol tart most? Tehát mi a beosztás, és milyen képzettséggel rendelkezik? Hát hosszú út, 30 év azért már mögöttem el, óvodapedagógusként kezdtem, és most is ebben a szakmában dolgozom, ahogy említette az előbb ön is. Közoktatás vezetői végzettséggel is rendelkezem, illetve az angol nyelvű óvodapedagógus szakot is elvégeztem. Jelenleg a Patakparti óvoda igazgatóhelyetteseként dolgozom, én már harmadik éve viszem a szakmai munkát, és hát ugye ebben az évben ismételten megtalált egy lehetőség, egy újabb kihívás. A június 9-i választások meghozták az eredményét az eddigi munkámnak, és nagyon örültem a felkérésnek, hogy egyáltalán elindulhattam ezen a választáson. Nem volt elég baja? Igen, ezt sokan megkérdezték már tőlem. Nem bajként élem meg ezt az egészet, hanem kihívásként, mint ahogy mindig is kihívásként tekintettem az előttem álló feladatokra, és valahogy mindig meg is megtaláltak a feladatok, a megfelelő feladatok. Van, aki ezt túl soknak érezheti, valószínűleg azért kaptam ezt meg, mert én ezt még elbírom. Na most már kiderült ebbe egy dolog a bevezetőjéből, hogy unatkozni nem szeret, tehát mindig talál magának elfoglaltságot. Megkérdezhetem, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Tehát tudom, hogy Ajkán van angol nyelvű képzés az óvodákban, ön pedig ezt elvégezte, ezt a képesítést, vagy megfelelő képzettséget szerzett. Azért, mert van angol nyelvű képzés, vagy azért lett angol nyelvű képzés, mert ön esetleg szorgalmazta? Hát, ha nagyon őszinték akarunk lenni, és hogy visszagondolok rá, akkor azért van, mert elvégeztem. Annak idején, mikor Városrödről átkerültem Ajkára, akkor Rázné Németh Csilla már vezetőként dolgozott az ajkavárosi óvodákban, és nagyon szerette volna már akkor elindítani ezt a projektet, hogy a felnövekvő generációnak is tudjuk biztosítani már egészen kiskortól kezdve, bár tudom, hogy nagyon sok ellenzője van, de aki ezt tanulta, azt tudja, hogy milyen előnnyel rendelkezik, és nem kényszerből tanítjuk a gyerekeket, mert nem tanítjuk, hanem neveljük őket bent az óvodában. És az én csoportom volt az első a Patakparti óvodában, ahol angol nyelvű nevelés elkezdődött, és ez azóta kiteljesedett nagy örömünkre, most már minden intézményünkben jelen van. Angol nyelvű óvodapedagógussal még ugyan nem rendelkezünk a továbbiakban sem. Úgy ért, hogy anyanyelvi szint? Nem. Aki kimondottan angol nyelvű óvodapedagógusok, mert tanárok, két tanár dolgozik most a köreinkben, akik külön foglalkoznak a gyerekekkel, én viszont bent a csoportban, és mint óvodapedagógus, nem mint tanár. Nem tanári diplomával rendelkezem, hanem angol nyelvű óvodapedagógusi diplomával, mert egy sokkal más különbség, ugye? De tulajdonképpen a munkája nehezebb az angol nyelvű tanároknál, mert piciniekkel, akik még a magyart is néha keresgélik. Meg arról nem beszélve, hogy ők nem írnak, tehát ezt nagyon sokszor előtérbe került, hogy olvasni se tudja hívni. Igen, hogy mondjuk el nekik, hogy kell ezt kiejteni, hogy kell leírni, hogy kell mindent csinálni, és igazából csak annyit mondtam, hogy mint a magyar nyelvet, beszélni Igen. kell hozzájuk. Igen, én is próbálkoztam, meg mindig próbálkozom nyelvtanulásra, bevallom töredelmesen, néha használni is tudom, és oda jutottam, hogy az anyanyelvi környezet az azt jelenti az embernek, mondjuk külföldön él vagy tanul, hogy akkor csak angolul beszélt, angol feliratokat lát, és a nyelvtanulást is valami ilyesmire kéne átkonvertálni, tehát az írásbeliséget visszaszorítani egy picit, meg a nyelvtan tanulást, hanem inkább az összetételek, a szóösszetételek, a mondatok az érdekesek, hát, a oldásoknál is így megy valahogy. Hogy 6 éves korban kerülnek be a magyar gyermekek és az oktatási rendszerbe, akkor 6 éven keresztül hogy tanulják meg a nyelvet? Pont így, ahogy az előbb ön mondta. Igen. Ez csak ennyire egyszerű. Igen. Csak a mi fejünkben kell ezt egy kicsit átkonvertálni. Megijedni tőle. Igen. Most mivel túlsorosan is az angol, meg az idegen nyelv felé mennénk, hadd kérdezem meg, hogy
mikor megbízást vagy felkérést kapott a testületbe, vagy képviselő jelöltségre, akkor átvillant az agyán, hogy itt azért lesznek más dolgok is, nem csak oktatás, szórakozás, kultúra, hanem járdaépítés, csatornaépítés, infrastruktúra, egyebek. Nem éreztem nehézséget ezen a területen, inkább először, amikor ez szóba került, időt kértem, hogy átgondolhassam, bár aztán úgy érzékeltem, hogy itt akik felkértek, azt gondolták, hogy ez egyértelmű részemről, hát hogy ez itt teljesen jó lehet, igen, de én azért kértem gondolkodási időt, és valóban mindent átgondoltam a fejemben, nyilván megbeszéltem a családdal, a férjemmel, van 3 gyerekem. A férje hogy viszonyult ez elsőre? Őszinte lehet. Meglepődött vagy? Nem. Persze a múltját tekintő. Nem. Tudta, hogy közösségi ember, igen, és szereti, igen, az ilyen kihívásokat. A csatornaépítés és a járdaépítése visszatérve... Kicsit szárazabb téma, ugye, mint a nyelvtanulás. De nem állt messze tőlem, mert a másik óvodámban is nagyon sok mindent kellett újítani. És hogyha nem álltunk a sarkunkra, meg nem álltam ki a dolgainkért, akkor ez nem történt meg. Tehát ott konkrétan parkolót építettünk, meg kerítést bontottunk, meg mindent. Úgyhogy ez nem állt tőlem messze. Ha megtaláljuk a megfelelő embereket, mindig azt szoktam mondani, nem kell mindenhez érteni, a megfelelő embert kell megtalálni, és akkor ő már fogja tudni segíteni a mi dolgainkat. Na most ezek olyan férfias dolgnak tűnik egyébként. Nem tudom, a férje az segít egyébként, vagy tanácsokat ad ilyen dolgokban? Vagy... Ha megkérdezem, persze, igen. Nincs benne a mély vízben, ne szaladjunk annyira előre, hát, hogy októbertől lesz igazán. Igen. Nem szokott tolakodni, tehát hogyha kérdezem, akkor válaszol, és nagyon logikusan, okosan. Most önnek viszonylag nagy a területe, ugye? Igen. Tehát szétszórt, úgy is mondhatnánk. Kandó lakóteleptől a Csingervölgyig kell majd. És a Szemlőrinc utca is sorra. És a Szemlőrinc utca, ami szintén egy külön. Ez nem csak területben jelent nagyot, távolságban, hanem különböző életkorú emberek is megjelennek a palettán, tehát különböző igényekkel. Ön az egészen fiataloktól, az óvodásoktól a legidősebbekig kell, hogy szót értsen velük. Ettől nem fél egy kicsit, hogy... Nem, hiszen a generációk közötti különbség az egy családon belül is megmutatkozik, és ha egy ember jól szocializálódik, akkor ez nem szabadna, hogy ez gondot okozzon bármilyen szinten is, főleg, ha nem felejti el, hogy milyen volt gyerekként. Meg olyan családban nőtt fel, ugye, ami manapság egyre ritkább, sajnos, bár ebben szintén nem menjünk bele. Így van. Az elmúlt 10 évben pedig fönt a Csikó legelőn is, mert leginkább ugye ott tevékenykedtem, ott azért sikerült egy nyugdíjas klubot létrehozni, működtetni, sikerült megszólítani a fiatalokat, és most igyekszünk, ami számomra egyébként a legnehezebb megszólítani, a 20 éves korosztályt. Hogy? Teljesen más igényeik vannak, úgyhogy itt a fiaimnak a segítségét szoktam kérni. Van 2 felnőtt gyermek, vagyis 3 van, de 2 már. Igen, ők már 20 fölött vannak, és velük szoktam beszélgetni ezekről a dolgokról, és a kisebbik fiamnak azért vannak nagyon jó ötletei, és amik megvalósíthatóak, úgyhogy bízom benne, hogy a közeljövőben ez is működni fog. Úgyhogy nem félek tőle, hogy válaszoljak a kérdésre. Hát igen, utólag már mondhatom, hogy ezek szerint jó helyre került a Voks, mert egyrészt kommunikatív, másrészt nyitott a világra, harmadrészt többféle korosztálynak az igényeit is ismeri, akár testközelből is, tehát próbára lehet öntenni, de ugye októberben lép igazán hivatalba. Gondolkodott már azon, hogy kezdi ezt a munkát, vagy hogyan építi ki a formális kapcsolatokat, ugye meg hogy találják önt, akár kandó lakótelepről, akár megint csak Csingerőben. Azt kell mondjam, abban a szerencsés helyzetben vagyok az óvoda révén, hogy nagyon sok kapcsolatom van minden területen, mert ez a körzet, amelyik hozzám tartozik, a 8-as számú körzet, nagyon sokan is oda jártak és járnak az óvodába a mai napig. És a kapcsolat megvan azokkal is, akik már elhagyták az óvodát, a nyugdíjas klubok révén megvan az idősebbekkel a kapcsolat, illetve minden területnek, leginkább Csingervölgynek, illetve Bódénak megvannak nagyon jó kis központi embereik, akikkel kapcsolatban vagyok már a választások előtt is, és attól függetlenül volt kapcsolatunk egymással, ez csak erősödni fog szerintem ezután, és rájuk is nagyon számítok mindenféle szempontból. Tolnai Zsanett ugye az egyik, aki
Bódé most úgymond a motor, de a Bódé Hagyományőrző Egyesülettel karöltve. Előbb-utóbb Pani néni lesz belőle, vagy? Nem tudom, hogy most, mi lesz belőle. Most lett 85 éves Pani néni, Isten értesse innen is. Igen, igen. Zsanit azt gondolom, hogy egy nagyon agilis, egy olyan ember, aki szintén minden korosztálynak az igényét figyelembe tudja venni, és képes a szervezésre, az összefogásra. A Csingervölgy Egyesületben pedig ugye tisztújítás történt, mint tudjunk, Elencsér Hilda lemondott, meg hát egyéb okokból kifolyólag nem is tudná folytatni ezt a fajta tevékenységet, itt pedig Szabó Madara Szilvia vette át az elnökséget. Én nagyon bízom benne, hogy vele is együtt fogunk tudni működni, mint ahogy eddig is meg tudtuk beszélni, amit meg kellett bármilyen szinten. Megtaláltam azokat az embereket a Kandó Kálmán lakótelepen is, akikkel együtt fogunk tudni működni, név szerint is megvannak, és a Szemlőrinc utcában is. Tehát ott is, és ott már konkrét megkeresések voltak, mondtam, hogy nagyon szívesen állok rendelkezésükre, de még nincs a kezemben semmi, amivel érdemben tudnék segíteni, de nyilván meghallgatom őket, és ha erre sor kerül, akkor prioritás szerint a testület elé fogjuk tárni, amint erre lehetőségem lesz. Igen, hát örülök neki, hogy ennyi segítője van, mert hát ez nem egy személyes műfaj. Igen. Természetesen. És együtt kell majd dolgoznia, esetleg ütköznie is kell a főnökével? A testületben, bizonyos kérdésekben. Már ebben a testületben nem igen jellemzők az éles viták, a bizottságülésekről nincs információ. Én abból tudok kiindulni, mivel a főnököm, igen, aki képviselőtársam is lesz a közeljövőben, illetve én leszek az ő képviselőtársam, mivel már egy ciklust lehúzott, Rászné Németh Csilla, hogy az ódai szinten is mindent meg tudtunk beszélni, úgyhogy ezt az alá fölé rendeltség. Barátnők egyébként, volt. Vagy a szó jobbik értelme, most nem azt mondom, hogy korrupcióig elmenne a dolog, hogy összebeszélnek is valamit, megcsinálják együtt, hanem a napi szinten jó. Igen, jó a kapcsolatunk. Igen, teljes mértékben. Különben nem működne így, ahogy most is működik az óvodánk, és a városban is. Ja, esetleg alakítnak egy női frakciót a testület. Igaz, már megint csak ketten vagyunk, de... Igen. Statisztikailag még ez kevés. Igen. És mostanában Európában is, hogy olyan tendenciák vannak, hogy ahol csak lehet, pozitívan diszkriminálják a hölgyeket, mert a képességeik alkalmasak rá, tehát ezt a férfi, ezt a maszkulin magatartást le kell vetni valahogy. Ez sokaknak nehezen megy. Most bizonyos különbségeket már említett is, meg gondolom tapasztalat is a különböző városrészek között. Készít arra tervet, most konkrétan nem kell erre válaszolni, de hogy melyik területen mik a legfontosabb teendők? Mert nyilván sajnos néha prioritásokat igen, kell felállítani. Ez már a választások előtt is, én azért vettem a fáradtságot, és körbejártam minden területet, és nem csak saját magam szemléltem meg, hogy mi az, amit meg kellene csinálni, hanem az ott élőket kérdeztem. Tehát nyilván ők tudják azt, hogy ők mit szeretnének, mi az, ami napi problémát okoz nekik. Csingervölgyen megint csak azt kell, hogy mondjam, szerencsés helyzetben van, hogy pályázatok tömkelege érkezett az ő területükre, de ez nem biztos, hogy a kis embereknek a lehetőségeit fogja előtérbe helyezni. Nyilván egy nagy lehetőség, de mondjuk akinek befolyik az udvarába a víz, ahogy polgármesterünk szokta mondani, ugye, hogy ő tudja, hogy honnan folyik a víz a nyakába, és mit kell ott megoldani, azt mindenképpen tőle kell megkérdezni, megbeszélni. Lehet, hogy az egyéb beruházások, amelyek akár országos szinten, megyei szinten, városi szinten, ezek nagyon jók, és hírnevet hoznak nekünk, de a csingervölgyi kis embernek nem biztos, hogy ez van az a fejében az első helyen. Úgyhogy ezekre már tudok mit kezdeni, tudok építkezni, szándékomban áll még egyszer ezeket végigfutni velük. Szinte minden városrészből megkaptam az igényeket, és arra az álláspontra jutottunk, hogy prioritás szerint fogjuk ezeket majd kezelni, és ezeket még egyszer át fogjuk beszélni, úgyhogy megvan hozzá a terv, és az ötlet minden. Ezt átgondolta. Nyilván különbség van egy Csingervölgy között, ahol inkább európai és uniós pályázatok is felüthetik a fejüket, mint mondjuk az élmunkás lakótelepen, ahol
egészen más fejlesztési irányok adódnak. Ők már nagyon örülnek egy jó útnak. Ott meg egy jó út kell, nyilván az is lehet uniós támadás. Meg mindenhol szinte a közvilágítás, amit egy kicsit előtérbe kell helyezni, de ezt is már azért folyamatban helyeztettük polgármester úrral közösen, úgyhogy bízom benne, hogy ezek majd megvalósulnak még idén. Akkor most nem akarok túl nagyokat mondani, de a programja nagyjából úgy néz ki, mint a Biblia. Legyen világosság, reméljük lőn. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm szépen.